Krisztián, ugye megint vannak mítoszaid? Mítosz, ha megütöm a Krisztiánt, akkor sikít. Hát ez nem sikítás volt, úgyhogy ez hamis. Ha fennáll... Ezt tudtam mondani. Azt akartam mondani, ha fennállok a benzinkút tetején, és felrobbantod, akkor beverem a fejem a plafonba. Na hello, srácok, ez itt egy újabb GTA-s videó, és ebben a videóban újabb GTA mítoszokat fogunk tesztelni. Már nagyon sokan írtátok a kommentekben, hogy mikor lesz már GTA mítoszos videó, úgyhogy most itt is van. Tartottunk belőle egy kis szünetet, de újra pörögnek a mítoszok. Ja! Ja! Na, Krisztián, akkor mondhatod is az első mítoszt. Mondom az első mítoszt, hogy ha a srácok 4000-en lájkolják egy nap alatt ezt a videót, akkor hamar fog következni a következő mítoszos videó. Szóval akkor, ami minden másik mítoszos videóban is az mítosz. Igen, az... ezt megnézzük, hogy ez valóság-e. De ez majd a következő mítoszos videóban fog kiderülni, hogyha szépen belájkolják, srácok. Fúj! Hagyj mert cigizni a jelenlétemben! Te macskas! Büdös! Csicska! Ennyi voltál. Azt a te szép a naplemente, nem Krisz? Milyen szép a naplemente? Nem szép. Nem szép, mert rád süt a rondaságra. Na. De szép a naplemente, azt. Máté, gyere csak ide kösz, haván. Hova? Ide. De miért kell megölni a másikat? Az olyan gyerekes, Krisztián. Na de Krisztián, most már tényleg kezdjük el a következő mítoszt. Oké, és jó helyen és jó helyen, jó irányba mész, jó irányba. Na várjál csak. Az első mítosz nem más, mint... Mondjad már, ne hallgassál már! Mondjad, ne hallgassál! Remek. Nem hiszem el. Gratulálok. Nem hiszem el, ez mind miattad vaut. Erre kell menni, Máté, ahhoz, hogy az első mítosz kiderítsük, ugyanis az első mítosz az nem más, mint hogy minden órában harangoznak a GTA-ban a templomok. Aha, és hol van itt templom? Itt erre van egy templom. Aha, és muszáj oda futni, nem lehet oda menni valami járművel? Oda lehetne menni, csak tönkre ment, és még nem tudom. Fos a járműved, és bén a sofőr vagy, értem? Te vagy bén a sofőr. Szóval dupla kombó. Nem mentünk, nem a vízbe mentünk volna, csak a nagy... Fejezd be! Kövér hátsót! Fejezd be! A nagy kövér hátsót félrehúzta a lendületet. Haha, bén a cikka. Azt, amilyen szaltót nyomtál! Itt is van egy templom, és menjünk oda. Miért nincs kereszt a tetején a templomnak? Nézd idő. Pont 6 óra 56 van, Máté. 4 perc múlva harangoznak. Gyorsan. A mítosz szerint. Úgyhogy menjünk oda. És hol a harangos torony? Hallod ezt? Aha. És mennyi az idő? 7 óra. 7 óra! Juhú! De király! Oké, és na akkor 7 óra. De ez még nem jelenti azt, hogy minden órában harangoznak, mert... Hát ugye... Azért még egy pár órát meg kell várni, nem? Ja, de ez nem igazi templom, mert nincs kereszt a tetején. Ez ilyen, Facebook kép. Ez ilyen Facebook kép. Na szóval akkor 7 órakor harangoztak, de most nézzük meg, hogy 8 órakor is harangoznak el, mert lehet, hogy csak egy nap harangoznak egyszer, és pont akkor voltunk itt. Na jó, van, szóval nézd a telefonodon folyamatosan. Oké, most 45 van. Na, 55, 56, 57. Jó, már 58 van, most fognak harangozni elvileg. Ez az! Szóval, Krisztián, ez a mítosz. Igaz. Ugyanis minden órában harangoznak a GTA-ban. Juhu! Let's go! Na, Krisztián, most, hogy megvan itt a Facebook képünk, meg a mítosz is igaznak bizonyult, így menjünk a következő mítoszra. No, Máté, pattanj be! Ugyanis a következő mítoszhoz kell találnunk egy teherautót. Teherautót? Pontosan. Na, és ezt honnan találjunk? Igazából mindenféle ilyen teherautó jó, aminek nincs ablak a hátulján. Ugyanis a következő mítosz az az, hogy a teherautók hátulján ki lehet lőni, viszont befele nem lehet lőni. Szóval egy ilyen pajzs van, hogyha a teherautónak a sofőrségében ülsz, sofőrülésében, aha, és kifele lősz hátra, akkor védve vagy a ellenfélst tűztől, de te át tudsz lőni a falon, vagy igazából a hátulján. Szóval akkor az a mítosz, hogy a kamionból kifelé hátrafele lehet lőni, de befelé nem. Igen. Jó. Néhány kinkeserves perccel később. Ott megy fönn. Ott megy fönn, aztán! Végre! Húzz innen! 20 perc talál, hogy keressük. Jó napot, uram! Várjál, elintézem. Hozzál a fenébe! Na! Oké, és nos! Várjál, mert menjünk... verekedni akar. Én ide be se tudok ülni. Azaz. Szóval akkor várjál, de félreállok a trafiktól, hogy nehogy. Oké, na, várjál, ez így pont jó is amúgy, mert így hátrafele tudok célozni, de nem tudok kilőni ott, mert nem tudok arra ellőni amúgy.
nem tudok hátra lőni. Itt az ablakon. Ne izén lőjé. Ne first person, hanem third person. Jó. Oké? Okay. Na álljál mögé. Várjál, megnézem, hogy lősz. Oké, okay, se az izén lősz keresztül a okay. falon. De amúgy látom, hogy ott pattan a lőszer, szóval ha odállsz, akkor el foglak találni. Oké, okay, na, és akkor lőjél. Oké, okay, mert a lábadat meglövöm. Jó, eltáltam a lábadat. Oké, okay, és akkor most megpróbálok én meglőni téged. Oké. Okay. De jó amúgy, vagy... Mert... Oké, okay, és... És lepattan! Lepattan! Máté, akkor most cseréljünk helyet, hogy láshassák a srácok, hogy tényleg a falon okay. keresztül lősz ki, és ne előre gyere először, és nézd, hogy lövök. Oké. Okay. Látod? Aha, hátrafele lősz ki. Igen, a falon keresztül, igaz? Oké, okay, felmásztam, mert már majdnem előtt. A falon keresztül lövök ki, igaz? Igen. Jó, oké, okay, és akkor most meglőlek. Jó. Jó, és most próbálj meg te is meglőni engem. És jó, lepattan. Nem lehet, mert lepattan. Oké, okay, mehetünk! Nem tudsz beszállni! Nem tudok beszállni! Jó, várj! Mehetünk! Oké, okay, és irány! Nyugi! Juhu! A fenébe! A fenébe! Menj már! Beszorultunk! Menjél már! Beszorultunk! Mit művelsz? Meghaltam. Szóval akkor ez a mítosz igaz, ugyanis, ha egy kamionban ülsz, akkor hátrafelé ki tudsz lőni, de téged nem tudnak eltalálni. Szóval ez, hogyha a mögötted jönnek autók, akkor tök OP is lehet akár. Hát ja. Ez nagyon OP. Szóval ez tök jó, eddig két igaz mítoszunk. És ez most mi? Miért kergetnek a rendőrök? Hát előbb megöltek. Na szóval akkor közben nézhetjük a következő mítoszt, hogyha ezek a macskas rendőrök lerázódnának, már komolyan mondom, ez borzasztó, ennél idegesítőbb NPC-ket nem is tudok mondani játékban ezeknél rendőröknél. Gyere pattanj be, Máté! Jó. Nyugi, befarolok. Hú, de menő volt! Mehetünk! Kicsit most följebb megyünk, mert most óvatosabb vizekre kell vezni, mert most jönnek az igazán izgalmas mítoszok, kisabb. Sőt, egyre izgalmasabb mítoszok lesznek, igaz? Aha, nagyon jó. Lesz egy olyan vicces mítosz, hogy beszarsz. Nem tudom, hogy tudjuk majd megcsinálni, hát de mindegy. Hát beszarni nem akarok. Juhu! A fenébe. Hát ez nagyon akasó. Azt hittem nagyobbat ugrunk. Azt nem szám. Na mindegy, menjünk tovább. Mi van rajtad hármas körözés, te dög? És te nem tudom, meghaltam és álltam, és ennyi volt. És akkor így meghaltam és ott álltam az útszélen, és hármas körözésem lett. Mert álltam. Ugord el! Azt nem akartál átkelni szerintem. Nem fogod kitalálni, hogy mit kell csinálni a következő. Hát tényleg mítoszhoz. Nem, mert nem mondod! Kell csak találnunk egy motort! Az ugye egy motor! A fenébe az egy bringa, szemszeme. Ja, de a bringa kéne akkor miért nem motorral lenne. Vagy? Na, szóval, Krisztián, szerintem ezt a rendőr nem látta. Nem látta. Szóval, Krisztián, leráztuk a rendőröket, mi a következő mítosz? A következő mítoszhoz kell találnunk egy motort, úgyhogy nagyon ezt jó. Most nem mondod komolyan. De... jó, van, inkább veszek egy motrot, bakker. Ja, de nem, mert várni kell, míg megszállítják. Várni kell, míg megszállítják, de egy ilyen quad is jó, amit az elején találtál. Azt a quadot hordtál. Motorcycle Club. Vajon a Motorcycle Clubnál nincs motor? Hát az a baj, hogy nincs, mert... Hogy ne lenne? Menj vissza, menj vissza. Várja, hol tehát azt a quadot? Itt, ugye? Igen, itt a Motorcycle Club előtt. Itt mindig van. Szoktak lenni motorosok. Ott van. Ott na, a quad. Nézzük meg, hogy felevesz bukósisakot, meg kell az a bukósisak. Igen. Hogy a quadhoz felevesz bukósisak. Hát, hogyha sokáig ülök rajta, elvileg fel kell, hogy vegyen. Hát, nem, menj vele. Ne, nem vesz fel ennél. Nem vesz fel, akkor sajnos nem jó. A motornál, de szerintem a motornál se vesz fel, mert de ez online. De a motornál vesz fel, mert én ezt próbáltam. Ott van. Itt van mellettünk. Let's go. Nézd meg, hogy vesz fel bukósisakot ezen. Igen, most. Oké. Okay. Juhu, na akkor tökéletes. Jó van. Na akkor gyere Máté, el kell mennünk valami falhoz, ahol neki tudunk menni a falnak. A következő mítosz az nem más, mint hogy bukósisak nélkül jobban sebződik az ember egy motorbalesetnél, mint bukósisakkal. A bukósisak működik a GTA-ban, igazából ezt akarjuk letesztelni. Igen, azt akarjuk letesztelni, és ezt úgy tudjuk letesztelni, hogy itt van egy tökéletes kis falacska, jó van. Aha. Azt kell megnézni, hogy nézd mondjuk gyere ide, ez a kukához. Igen. És oda szembe kell belemenni, csak várja, itt van egy ilyen mocsok. Hát emellé menj, mert nézd, ez itt ilyen ládák, vagy mik ezek. Szóval oda az ember, meg a ládák között. De várja, nem jó, ne onnan indulj. Innen indulj, és tolass neki a falnak. De miért? Mert ugyanannyi
kell menni ugyanannyi távot, pontosan. Pontosan ugyanannyi távot kell menni, és ugyanannyit kell gyorsulni. Na, és oda a jobb oldalára menj annak a sötét nyomtató genyónak. Oké, és na, először is akkor bukós is a kéne nélkül kéne, úgyhogy egyben nyomjad is a gázt. És... Hát lement egy olyan 20% értem körülbelül. Oké, és 20%, jó, akkor megint föl kell snackelned magad. Oké. Ugyanonnan kell elindulnod, ugyanoda kell menned. Oké. Csak most meg kell várnod, míg fölveszi a bukós isakot, és megnézzük, hogy ugyanannyi életed megy le, vagy esetleg kevesebb. Oké, na akkor mehet a kísérlet második szakasza, azaz a bukós isakos ütközés. Mehet! Jó! Hát, nem tudom, ha van is különbség, olyan pici, hogy észrevehetetlen. Nem tudom, írjátok le kommentbe, hogy szerintetek kevesebb életem ment le. Én talán egy picit úgy látom, hogy kevesebb, de nem biztos egyáltalán, szóval... Ja, de majd a vágásnál egybe tudod rakni két képet. És igen, és akkor kiderül, hogy hamis vagy igaz. Következő mítosz, vajon bele lehet ülni a roncs targoncába? Nem. Targoncába. Francba. Na, hallott targoncás rác. Igen. Most pont úgyis snacket akartunk venni, úgyhogy menjünk ki is, ugyanis a következő mítoszhoz snackre lesz szükségünk. Már megint? Pontosan. Mert a következő mítosz az egy nagyon vicces és izgalmas mítosz. Akarod tudni, hogy mi az? Na mi? Mindenki belájkoltam, és srácok a videót? Remélem, hogy mindenki belájkolt a videót, mert addig nem mondom el. Amíg nem lájkoltam be mindenki a videót, addig nem mondom el, hogy mi a következő mítosz. Kicsit később. Na, most már te mindenki belájkolta? Hát remélem. Jó. Már vártunk egy na, csomót. Akkor mondom, hogy mi a következő mítosz. A következő mítosz az nem más, mint hogy bele lehet halni a dohányzásba. Na, úgyhogy el is kell mennünk a boltba, ja. És kell vennünk egy doboz cigit. Hát, hogyha bele lehet halni a dohányzásba, akkor az realisztikus, mert a dohányzásba bele lehet halni. Ja, viszont nehéz lesz, ezt már most előre megmondom, de azt majd elmagyarázom, hogy miért lesz nehéz. De maradjunk ott a bolt környékén. Okay. Remélem éjszaka nem lesz bezárva a boltnak, akkor nem is tudom, mit csinálok. Nem, ez 0-24, ez non-stop. Ja, mert itt a boltba lehet venni ilyen dolgokat. Persze. Na jó. Nem is tudtam. Gyere, Máté. Vegyünk egy kis cigarettát. Jó. Hello. Nyugalom, kedves uram. A Pack of Redwood, azt kell venni. Oké, okay, na, fullos vagyok mindenből. Ja, de igazából csak ciki számít itt. Ja. Na jó, Máté, gyere. Köszönöm szépen, kínai nagypapa üzletes. Na. Jó van, Máté. Nem kell beszállni, itt jó leszünk. Jó, de én menő akartam lenni, hogy így cigizek így az autónak, így ezért én rátámaszkodni. Szóval igen, style, action, és akkor a... Ajzé, ugye? Smoking, azt hiszem, azt kell, igen. Smoke. Jó, okay, megvan. És rányomsz a smoke-ra, és akkor cigizel egyet, és ha nézed az életedet közben, nézd az életed. Igen. Akkor megy lejjebb. Aha. És akkor kicsit lejjebb megy az életed. Ott kezdődik a probléma. Én próbálgattam már ezt így a videó előtt, és az a baj, hogy ahogy szívod, mindig visszaregenerálódik a fele alá. Szóval ezt úgy lehetne megpróbálni, hogy így ütni egymást, és mikor már nagyon kevés életed van, akkor gyorsan cigizni egyet, jó, és akkor így megöl a cigizést. Oké? Okay. Nem lehet közben cigizni. Az oké. Okay, most tudok. Csak... Várjál. Oké, okay, oké, okay, vár! Nem cigizett. Á, nem, már nagyon fölment. Nem cigizik addig. Akkor. Nem tudsz. Jó, akkor most próbáljuk meg, hogy én csinálom, vagy hát, ha én tudok. Jó, várjál, és én is szólok, hogy mikor. Oké. Okay. De talán. Amúgy látom az életedet. Szóval... Oké, okay, smoke. Jó. Oké, és is. Jó? Jó, és... Jó, és most állj! És... Neked cigizik. A fenében a... Jó, is meg még egyszer. Jó. Mehet. Gyorsan. Cigizd már! Nem, látod, nem cigizik. Ha olyan kevés az életed, hogy... Miért lövöldözöd te? Mit képzelsz? Na, húzzunk el gyorsan! Oké, és... Menj! Jó, most, hogy elmenekültünk, elmondhatom, hogy ez a mítosz hamis, ugyanis nem lehet belehalni a cigizésbe, mert nem cigizik. A valósággal ellentétben, mert ott bele lehet, és ne cigizzen senki, de itt de a videóban nem lehet. Krisztián, nem bele lehet, hanem belehalsz, ha cigizel, hát belehalsz. Hát igen, nem bele lehet, hanem
belehalsz. Hogyha folyamatosan cigizel, akkor abba fogsz meghalni. De viszont itt a GTA-ban ugye nem hajlandó cigizni a karakter, hogyha olyan alacsony az életed, hogy már megölne a cigizés, akkor nem cigizik a karakter, igen. Szóval ez a mítosz hamis. Oké, na jöhet a következő mítosz, Chris. Elég izgalmas mítoszok vannak most. Ugye, most elég jó kis mítoszok vannak, amit mind én találok ki, és ezek exkluzív Game Commandós mítoszok, ugyanis... Úgyhogy, ha máshol látjátok, akkor nyugodtan odaírjátok, hogy Game Commando copy! Ja, kivéve az első, azt hiszem, 3 mítoszos videó, ott meg én igen. máshonnan szedtem, de most már nem. Máté, a következő mítosz, az egy nagyon bonyolult mítosz, mert nem bonyolult, amit tök egyszerű, csak meg kéne várni, hogy nappal legyen, hogy ne a sötétségbe kelljen csinálni. Hát jó, akkor várjunk 4 órát, mert 23 óra van. Oké, és az tök egyszerű, mert akkor úgyis ide kell jönni. Ide föl. Igen. De most miért estél ki? Hát mi az, hogy miért estem ki? Úgyis ide kell jönni, jó, mert akkor kiszállok. Na és akkor meg... A felébe. Használd az agyad. Mi az, hogy használjam az agyam? Hogy kell használni az agyam ilyennél? Hát, megtanítsam, hogy egy kell használni az agyam. Na, úgyis ide kell jönni, és így felreállsz. Föl kell menni oda Monchiliának az aljára. Az ugyanis... Föl kell menni a Monchiliát aljára. Igen, hát föl kell menni a sziget tetejére a Monchiliát aljához. Na. Mert a következő mítosz az egy elképesztő, hihetetlen versenyt fog magában foglalni. Verseny. Ami verseny nem más, mint hogy... A biciklivel gyorsabban lehet hegyet mászni, mint egy kocsival. Ó, hát ez jó. És azt fogjuk csinálni, hogy hát nyilván nem egy ilyen agyon tuningolt szuperautóval fogunk menni, mert hát az most ez a nyilván, hogy fölrepülsz a hegy tetejére, hanem ugye a biciklikat nem lehet tuningolni, szóval egy sima utcáról összeszedett tuningolatlan autó egy bicikli ellen, és a biciklinek hamarabb föl kell érnie a Monchiliát tetejére, és akkor lesz igaz ez a mítosz, és hogyha lassabban ér fel a bicikli, mint a kocsi, akkor viszont hamis. Te hogy tudsz mindent ilyen 10 perc alatt elmondani? Nem tudom, már próbálkozok leszokni róla, de nehéz. Hát igen, ezt látjuk. Mert túl intelligens vagy, túl sok információ túl az agyamban. Köszönöm, aki intelligens, ez nem dumál folyamatosan, hanem behagyja a kis számocskáját. Na, mindjárt ott is vagyunk, imádkozzunk, hogy van itt bicikli, mert azt én tudok hívni. Igen? Ja, tényleg én is. BMX-e. És mivel a BMX a legmenőbb, te most hát csinálsz? Ja, de amúgy lehet versenybiciklivel lenne jobb, mert az gyorsabb. Azzal hát van a legjobb esélyed. Hát jó, gyorsabb, de a BMX-en jobban lehet mászni. Nem, hát azzal is, a versenybiciklivel másztam én is fel a függőleges falon. Menjél már, miért hárommal mész? Hát mert úgyis éjszaka van, meg kell várni nappal. Miért kéne nap megvárni? Mert hogy ne ilyen sötétbe versenyezünk már. 11 óra volt. De ez már egy 5 perce volt. Akkor te mész bringával, Máté? Szerintem igen. Szóval akkor várjál, hívok egy bringát. Ja, de akkor lehet a versenybringa jobb lenne, van az neked? Tricycles race bike. Jó, hát az meg. Jó lesz. Az jó lesz, oké. Okay. Ez ilyen versenybringa. Az jó lesz. Jól van. Amúgy ez elég durva lenne, hogyha egy bringával hamarabb főmásznál a hegyre, hát mint igen. egy kocsival, nem? Ja, de akkor azt hogy te az úton mész, én meg megyek a hegyen? Innen indulunk, innen. És akárhova mehetünk? Innen, és ott van az a kilátó a Monchiliát tetején, és ott, aki előbb odaér, az a király. Hát jó, de nem tudom előre az utat. Ez egy jó verseny lesz, az egyszer, biztos. Ja, nekem még kell szereznem egy autót. Hát akkor nem ilyen nagy hegymászok, hát hogy nyilván egy ilyen átlagos autóval. Ja. Menjél. Oké, és hát azért a valóságban szerintem hamarabb fölén. Hát mondjuk... Nem az ő 20-é, de nem tudom amúgy. Hát a valóságban azért autóval hamarabb felérni. Hát jaj, mert van út. Van és út, az igen. úton hamarabb felérni. És érted, a bringás sem menne a hegyen. Hát itt igen. Ez csak azért merül fel, ez a mítosz, mert ugye a bringával lehet hegyet mászni, mert ezt ugye már megbeszéltük. Itt az ideje indulni nem sokára, majd fél óra múlva, mert még csak ja. Négy órakor indulunk? Négy órakor indulunk. Amint okay. Négyet üt az óra. Egyből elindulunk. Úgyhogy, tudod, mit üzenek neked, Krisztián? Na mit? Azt üzenem neked. Azt üzenem neked, hogy. Hey, miért nem látom, hogy mit üzenek? Azt üzenem, hogy rajd meg! Rajd meg, te csicska! Hey, nem látom, hogy mit üzenek, nem lehet látni, a nagy dagadt fejem előtt akarja, de nem baj, azt üzenem, hogy rajd meg! Már csak 7 perc, 6, 5, 4, 3, fent a Monchiliát tetején találkozunk! És... Hé. Nekem előbb volt. Hé, nem volt, most volt. Nekem előbb volt. Te büdös csalódás! Ez az!
Ez az! Előre a nyerés felé! Juhú! Oké, és ez a kocsinak hamarabb fel kell jutnia. Nem fog. De igen! Nem. Gyerünk, a fenébe belementem a fába. Oké, na én megpróbálok azért olyan úton menni, ami kicsit ilyen... ilyen könnyebb. Nem lökhetsz el! Jó, hát nem is tudtam, hogy erre, te erre jössz. Jó, persze, jöjjön a vanak. Minden jó, csak kell belemenni. Hát de neked az lenne az előnyöd, hogy te tudsz menni akárhol. Hát tudom, oda megyek. Csak itt van a gerinc, te nagy oka. Oké, na itt megpróbálok felmenni a gerincem, mert ugye egyértelműen az az előnyöm, hogy a bicikli az tud hegyet mászni, szóval egyértelműen ott kéne mennem, hogy kihasználjam az előnyöm. Nagyon óvatosan kell amúgy, mert azért vannak olyan helyek, ahol még a bicikli se tud ám elmenni. Azaz! A fenébe, mik ezek a farönkök itt? Az belemegyik az összönybe. Na, jó. Jó, let's go! Mehetek! Most az úton találtam magam hirtelen. Az a baj, hogy ez az út, ez végigmegy a gerincen, szóval igazából muszáj itt mennem. De nem nagyon az... nagy előnyre tettem szert, az egyszer biztos. Meg ezeknél a ilyen kanyargós, ilyen izéknél sokkal gyorsabban fel tudok menni, mint a Chris. Meg akár talán itt is tudok egy kis előnyre szert tenni például. Ugyanis én itt simán fel tudok mászni, de a Christian nem. Úgyhogy, let's go! Ez az, nyomjad neki! Azt nagyon húz ez a kocsi. Hát Máté, rosszul csináltad. Ezt elcseszted. Nem. Amúgy hamarabb fel tudtál volna érni, de nyugi. Elcseszted. Mert nyugi. Neked ilyen légvonalba egyenesen kellett volna menni. Jó, de nem tudok a sziklán, a függőleges sziklán fölmenni. De miért most hol mentél? Na várjál, ezt meg kell próbálnom itt. Let's go! Alig bír elindulni. Ne, nem bír menni! Nem tudtam már felmenni, az már túl nagy volt. Ja, de neked amúgy ilyen gyenge autód van, ezt ne felejtsd. Hát... én meg úgy bíringázok fölfelé, mint százas hold spagony. Meg kell... száz hold. Meg kell előznem. Gyerünk, menj. Ezeken a meredekeken alig megy. Ja, én meg itt át megyek minden sziklán, hegyen. Let's go! Versenybringa! Úgy szágolnak, mint az állat. Ez az, na most megelőzlek. Nem fogsz. Csak nekem óvatosan is kell mennem, mert hát igen, fölborulok. Ezt mondom, nekem meg annyira nem, mert simán tudok kanyargászni. Ja, én meg ha fölborulok, akkor lezuhannak a francba, és nem tudok visszajönni. Ez az, nyom neki. Itt vagyok. Hol vagyunk? Itt vagyok, ez az. Ben voltam. Mi jó voltál, kilátóra kell menni. Ez ott az... voltam a kilátón. Ott voltam a kilátón, csak kiestem a földön. Hol? Rendben. Ez nem a kilátó, te hülye. Mi? Az a felvonó, ki nem a kilátóra. Oké, és én nyertem. Let's de az go. A kilátó. Let's go, én nyertem. Jó. De az a kilátó. Ami igaz, ami itt az, mert föl lehet érni, avarabb, csak a bát, ez nem tudja, mit jelent az, hogy kilátó. De tudom, hogy mit jelent, és ott is voltam. Azt a rat! Felszenvedtem magam. Na, én nyertem. Jól van, mert a kilátó te az... te nyerhettél az volna. A kilátó, az és nem kilátó. Az, mert az nem kilátó, az egy ilyen kis béna, a kis ilyen kis faépítmény. Az de a ez kilátó. Mi? Térdre esett a karakterem, és instant meghalt azonnal. Hát, mert lehet, hogy a térdében van az agya. Szóval, ez a mítosz igaz, ugyanis simán fel lehet érni egy... gyengébb autónál gyorsabban biciklivel, nyilván, de hogyha mondjuk a rakétakocsival jöttél volna, akkor azért már nem lett hát, volna ilyen jó, persze, fényes csak helyzet. Csak hát az nem is realisztikus egy hát olyan nyilván. Kocsi. És akkor mennyi volt most? 5 mítoszunk volt, és 4 igaz volt, és 1 volt csak ami is. Ez elég szuper volt, ja, nem? Elég szuper volt, ja. Úgyhogy srácok, hogy szeretnétek a következő mítoszos videót, hogy megint találja ki mítoszokat, akkor bizony jól lájkoljátok ezt a videót, és jól teljesen. Ja, méghozzá egy nap alatt 4000-en. És köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, srácok, hogyha ez tetszett nektek, akkor nézzétek meg ezeket is, ugyanis biztos, hogy ezek is tetszeni fognak, ebben higgyetek nekem, nagyon királyok. És találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok!